Hát szerbusztok emberek, köszöntök itt újra minden kedves összegyűltet, hát itt vagyunk ismételten egy újabb streammel, és az a helyzet, hogy nem csak az intrók egyre furábbak, hanem a gémek is azok lesznek, amikkel játszunk. Konkrétan fogalmam sincs róla, hogy ma mi az Isten lesz. Kedves Dávidom küldte nekünk, hogy első reakció kell, böngészős, igen, böngészős játék, egy jó játék ráadásul. Na, akkor nézzük, akkor ezt a, csak ennyit kaptam, és semmit nem tudok róla. Candy Box, jó, ennyi. Ez a játék. Van 5 darab cukorkám, és hogyha rányomok erre a gombra, akkor meg tudom enni őket. De most megjelent egy új gomb. Mégpedig az, hogy a földre vágjam a cukorkákat. Kérem a 20 darab cukrot. Megettél 20 darab cukorkát. Megettél 25 darab cukorkát. Megettél 30 darab cukorkát. Jó, mi van, hogyha földhöz vágom őket? Földhöz vágtál 10 darab cukorkát. Ez a bírom. Mi ez a játék? Dávid, miért javasolt ilyet nekem? Hoppá, most már megjelent 3 pont. 20 darab cukorkát vágtál a földhöz. Rázumoljak így, hogy jobban látszódjon egyébként. Megeszem még ezt, most már 50 darab cukorkát ettem meg. Ez jó játéknak tűnik nekem, tetszik. Mi? Most már 10 cukorkát kéne földhöz vágják? Oké, okay, földhöz vágtam 10 cukorkát, megjelent egy kérdőjel. Mi az Isten, ez a játék úgy fejlődik, hogy minél többet interaktálok a cukorkákkal? Ez egy olyan, mint a cookie clicker, de ugyanakkor nem annak tűnik. Megint földhöz vágok 10 darab cukrot. Ez egyre szomorúbb. Tehát meg kéne ennem, és akkor boldog lenne. Minél több cukrot vágok a földhöz, annál szomorúbb lesz az emoji. Hú, már nagyon szomorú. Jó, lehet ennél szomorúbb egy emoji? Szerintem nem. Várjunk egy kicsit tovább. Jó, várjunk egy kicsit tovább. Mi van, hogyha mondjuk 30 cukorkát vágok a földhöz? Na, 30 darab cukorka. Az mi? Request a new feature to the development. Oh, kérek új feature-t. Konkrétan megjelent egy ilyen kis doboz körülötte, de ez is ilyen nagyon kis olcsón. Oké, okay, kérek megint valami új feature-t. Configuration tab. Most tudjuk beállítani a nyelvet! Meg a... invertálni a színeket. Jó, kérek megint valami különleges fejlesztés. Mentés! Most jelenik meg a mentés? Betoltam egy autómentést. Ez a játék egészen beindult, nem? Kérek még feature-eket. Élet! Életcsík! Mi ez? Kérek még egy kis fejlesztést 30-ért. Egy térkép. Mi ez? Ott van shop. Bezárt házikó. Kovács. Ház. Jó, mi van a shopban? Itt egy ember! Hé, hey, én vagyok a cukorka kereskedő. És bármit megteszek a cukorkákért. Mire van szükséged? Ez mi itt? Pumpkin flavored lollipop. Ez egy nyalóka, ami tök ízesítésű. Egy tök nyalóka. Nyold el a tökömet, az a leírása hozzá. Fogadni meleg, hogy még sose próbáltad. 60 darabért a tiéd. Jó, és ez itt mi mellette? Ez strawberry flavored. Tehát ez is egy nyalóka, csak ez epres. Ezek itt mik? Csoki bárok. Csoki. Hát ez nagyon érdekes ez a játék. Elég ritka csoki fajta. Ezért elég drága, tehát 800 darab cukorkába fog kerülni. 800? Nekem csak 100-an van. Jó, ez, akkor kérek egy ilyen tökös ízesítésű lollipopot. És itt írja, hogy van egy lollipopom, egy nyalókám. Jó, vissza a térképre. Templomba nem tudok bemenni. Jó, be van zárt. Hát nézzük meg a forcsot. Ah, itt a kovács. Hé, hey, én vagyok a kovács. És különböző fegyvereket késztek neked. Meg ilyen, hát igen, ilyen... melltartókat ad rám. Vagy hogy ilyen melvérteket, szóval egy páncélzatot, ezt akartam, ezt a szót kerestem. Na, 150 cukorkáért tudunk venni magunknak egy fakardot. Ez a játék, ez eskü jó! Ez kezd jó lenni ez a játék! Ez alakul, ez a játék, ez alakul! Én azt hittem ez a játék, ez az lesz, hogy majd nyomogatjuk a cukorkákat, és ennyi. Na, mindjárt meg lesz a fakardra elegendőnk. Ez itt milyen múgy itt fent? Az ott egy nyalóka össze volt gyűjtve. Elloptam a kovácstól a nyalókáját. Ingyen nyalóka? Oké, okay. 148, 49, 150. Kérem akkor a fakardot. Köszönöm szépen, ez a fakard, hát elég gyenge, de kezdéstek nem lesz rossz. Van inventorim. Ez mi itt? Fakard? Tényleg van egy fakardom. Hú, élet. A sebzésem, meg a... attack damage, vagy hát a attack gyorsaság. Azt a mindenit. Van itt egy ház. Ez nagyon hangulatos. Nyalóka ott a tetején.
Mi van itt, ami még összegyűjthető? Ki lehet nézni az utcára? Nincs sajnos semmi a szőnyeg alatt. Másik ház? Ez egy hölgy! Lehet a feleségem? Hé, te! Látom, hogy fegyvert cipelsz magaddal. Meg tudnál nekem ölni egy pár patkányt a pincémben? Megjutalmazlak érte. Oké, okay, let's go then! Ez itt mi? Ez éppen ahogy legyilkolom a patkányokat? És cukorkát adnak? Tényleg, kardon... Jaj, fogy az életem! Patkány viszi le az életemet. MMORPG lett belőle! Én nem tudom, ki volt az, aki ezt a játékot kitalálta, ez zseniális. Utoljára ilyen típusú játékokat a suliba láttam. Tehát, hogy média dizájnon kellene nekünk hasonló őrültségeket kitalálnunk. Hát, amit találtunk, azt megtarthatunk, 5 darab cukorkát találtunk a patkányoktól. Köszönöm szépen, hogy megszabadultál a patkányaimtól, ezért adok neked egy nagyon értékes jutalmat. Ez a térkép a teljes világunkról. Szerintem te jobban fogod tudni hasznosítani, mint ahogy én. És van-e neked még nyalókád esetleg valahol eldugva? Na jó. Hát akkor itt megmentettünk egy házat, az életem töltődik. Visszamegyek a forrásba. Na, neked most már 400 cukorkáért ad egy vasbaltát. Nem lesz az kicsit sok, jó uram? Körbe lehetne nézni ebben a village-ben. Hát, ha még itt valami shopban, ez egy cipő. Ez a cipő, ez mennyibe kerül? 300 cukorka, ez kész rablás. Igen, de nagyon magas minőségű bőrcipő. Ráadásul tevéből készült bőr, ami elég melegen tartja a lábad. 300-ért. Ez itt mi? Ez itt egy időgyűrű. Elég különleges, mágikus artifact. Lelassítja az időt, hogyha bajba vagy. 500 cukorkáért. Ez a kéz. Ez is bőrkesztyű, és ez is tevéből készült bőr, nagyon magas minőség, ezt hozzá kell tenni, csak el akarja adni drágában, szerintem azért promózza így a termékeit. Nagyon olcsó, mert sok van neki belőle, 300-ért meg tudjuk venni. Hát ez elég sok amúgy, 300-ért. Nekem ez drágának tűnik. De magyar nyugodtan, úgyis tök jól meg van csinálva magyarul? Tényleg van magyar? Ez csak félig magyar. Jó, kérdés, hogy gyűjtsünk-e az Iron baltára, vagy inkább kesztyűt vásároljak. Jó, most már 400 cukorkán van, mindjárt meg lesz a baltára, akkor most már azt megvárjuk, és akkor... és akkor nem tudom, mit kezdjek vele. Kivágjuk majd ezeket a fákat, mert itt úgyis látok ilyen 8-as fákat. A mappel viszont még nem tudtam mit kezdeni. Ez egy térkép a világról. Nem csinál semmit. Hogy az Istenbe lett 500 cukrom, amikor elő még csak 400 volt, mint hogyha random kaptam volna 100-at úgy grátisba. Na mindegy, megvesszük. Oké, remélem, hogy tetszik neked a vasbalta. Még meg is csiszolta nekem. Jó, inventory, vasbalta, map, és... Nem lehet kivágni a fákat. Mihez lehet egy baltát használni? Ó, hogy itt... Hogy így tudjuk a nagy világtérképet alkalmazni. Honnan jöttünk? Village. Na itt a village akkor ezek szerint, a nagy világ térképpel meg tudjuk nézni, ott van a templom, ott vannak a fák. Van egy magányos házik ott a szélén. Hát ez micsoda. Van itt egy láda. Láda le van zárva. Tudom, és miért. Rázd meg a láda, megrázzuk, nem történik semmi. Megpróbáljuk feltörni a zárat. A zár ellenáll. Megpróbáljuk megrúgni a ládát. A lábad megfájdul egy kicsit, de semmi más nem történt. Megkérjük a ládát, hogy nyissa ki saját magát. Ugye tudod, hogy most egy ládához beszélsz. Vagy csalogasd a ládát cukorkával. Úgy tűnik, hogy ezt a ládát, vagy a ládát, ez nem érdekli a cukorka. Vidd magaddal a ládát, mert biztos kulcs kell majd a kinyitásához. Köszönöm. Van egy ládánk itt a menüben. Ez zseniális. Ja, akkor megnéztük ezt, van itt egy sivatag. Ott vannak a tevék! Jézusom, a teve sebez engem! Még jó, hogy van vasbaldánk. Még valami madarak is szállnak, amik nagyobbak, mint a tevék. Oké, ebből 47 darab cukorkánk lett a sivatagból. Mi legyen itt tovább? Van egy lollipop farm! Nyalóka farm! Hogy lehetséges ez? El kell ide ültetnem? Igen, el tudok ültetni nyalókákat. Van 4 darabom is. Egy... Mi? 8 óra, mire ez? Megnő? Hát akkor egyelőre csak egyet ültetek el. Normális ez a játék. Megyünk tovább. A híd! Jaj, ne, ez valami boss! Ki akarok lépni? Ne, kíváncsi, hogy mennyit fog sebezni, nem? Igen, megnézzük. Én ezt nem merem. Én ezt nem merem. Ez nagyon erős. Egy kívánság kút. Dobj bele egy cukorkát a kútba.
Üdv, Vendor, én vagyok a kívánságkút. Az édességedért cserébe teljesítem a kívánságaidat. Ha cukorkát dobsz belém, akkor meggyógyítom a sebeidet. Oh, az nem rossz. Hát, tudod mit? Smucik vagyok, és nem dobok bele nyalókát a kútban. Nagyjából viszont magától feltöltött az életem, szóval megnézzük a barlangot. Van egy ilyen érzésem, hogy ez mi ez a barlang? Ez ilyen ijesztő. Itt el lehet menni jobbra-balra? Jézus, mi jött ki ebből? Fúj, de gusztustalan! Vissza. Akkor vissza kell mennünk a faluba és megvenni a kesztyűket meg az ilyeneket. Kérem ezt a cipőt. Jó, és akkor fel is vesszük. Egyszerű bőrcipő, semmi különös nincs bennük. Hát azért csak valami életet vagy valami ilyesmit ad, nem? Ó, hát ez nem csinált sem. Ez nem csinált semmit. Vissza akkor a nagy térképre. Elütöttem magamon, most itt az idő, hogy behatoljunk a barlangba. De most ebbe az irányba megyek. Hát csak előjött a hülye troll. Jó, megküzdünk vele. Nem tűnik annyira nagynak. Mi? Szóval ki tudom pukkasztani? Jaj. Ez mi a... Ja, ez... Oké. Okay. Átugrott a támadásom, és aztán meg elkezdett... Ez egy Monkey Wizard volt egyébként. Jó, a hidas ellenféle egyszerűbb lesz, mint ez. Nem tudom, mi történik, ha meghalok egyébként. Elvesztem a cukor... csak egy mentés, az a biztos. Na jó, akkor legyen az, hogy most meg felhílelődünk, és megveszünk mindent, amit csak meg lehet venni. Ez mit csinál? Bőrkesztyű, csokoládérúd, de nem ad valami damage-et? Vagy védelmet? Valamit? Na jó, megpróbálom anélkül legyőzni, hogy most én vennék bőrkesztyűt. Nézzük a hidat. 80 élete van, nekem 103. Azt nem írja, hogy én mivel tudnék ütni, ugrani, vagy ilyesmi. Úgyhogy let's go! Csapjunk össze vele. Hú! Nem lehet! Nem lehet! Ez túl erős. Vissza. Valami egyszerűbb kell. Ültessek nyalókat, Dávid? Ó, na jó, te már biztos expert vagy a játékban, te biztos tudod. Jó. Egy nyalóka, még egy nyalóka, és akkor itt van az utolsó nyalóka is. Úristen. Elüldettem az összeset. 4 fog nőni. A nagy szart. Hogy ez így működik? Ugyanúgy egyet termel, viszont óránként egyet, most már nem 8 óránként egyet. Ó, igen, ez jó így, ez jó. Ez tetszik. Akkor elmegyek és addig tevézek. Hát ennyi, grindolni kell, ez egy MMORPG, ezt ki kell mondani. Ez a legfurább MMORPG, amit valaha láttam, de most már akkor ezt így ez van. Na gyere telve, harapj belém! Csinálok a bőrödből kesztyűt! Harapj belém! 5 cukorkát találtunk. És már 22-t. Ott az utolsó teve is. Megvertem őket. 42 cukorka. Kiírtam a teljes teve állományt. Meg van valami, valahol az egyik fánál egy vicces NPC, aki nagyon funny. Ó, oh, tényleg? Itt van egy fa. A többire nem lehet rákattintani, de erre az egyre rá lehet. Ez mi? Ez egy mókus. Üdv! Én egy mókus vagyok. Tudok neked cukorkát és rengeteg egyebet adni. Tudom, mennyire szereted a cukorkát, de én olyan magányos vagyok ebben az erdőben. Kérdéseket fogok feltenni neked, ha helyesen válaszolsz, megkapod a legédesebb édességeket. Az első, tényleg szereted a cukorkát? Yes! Pontosan, tessék itt a 20 darab cukorka. Egész is ki ezt a betűsort, és egy újabb jutalmat kapsz. AKR O, K, U, hát A, ez egy hibás válasz, B, C, igen, itt van 100 cukorka, tessék, itt van a következő kérdés, hány cukorkája van a világ legcukrosabb emberének? Mi az, hogy a legcukrosabb? Mi az, hogy a legcukrosabb emberének hány cukorkája van? És ezt miért egy mókus mondja nekem? 100 000 000? Hibás. Hibás. 9-11? Hibás. Hé! Nem lehet, hogy én vagyok tényleg a legcukrosabb ember a világon? Tehát mondjuk, hogyha beírom pontosan azt a számot, ami éppen akkor van, 35... Oh! Itt van 500 darab cukorka, csak neked. A következő jutalom még érdekesebb lesz. Itt egy rejtvény. Egy ősi erdőben nő egy nagyon öreg fa, ami a világ legintelligensebb állatai élnek. Oké, állítólag ennek a fának 60 gyökere van, 360 ága és 2160 levele. Hány
jelölés van a fatörzsön. Nem erre számítottam. Egy, ez annak számít? 1, 2, 3, 4, 5. Ez jelölés egyáltalán? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jaj! Ó, tart lefelé is. Ja, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igen! Gratulálok! Valóban a saját fámról beszéltem. Itt van 3 nyalóka! Okosan használt fel őket. Itt a következő rejtvény. A teli holdkor beletopom a sárga sapkámat a vörös tengerbe. Mi történik a sárga sapkámmal? Vörös lesz. Nedves lesz. És tényleg, helyesen válaszoltál. Nem is volt annyira nehéz. Adok neked 3 csokoládét. Ezt csak beugratottam amúgy. Adok neked 3 csokoládérút! Az 800-ba kerül egy darab! A következő jutalomhoz kissé megváltoztatjuk a szabályokat. Játszanod kell velem. Készen állsz. Na ne. Na, ez... Hát igen, egy ilyen tiktaktó. Hát, bro. Oké, okay. Teljesen betelt a tábra, és egyikük se tudott 3-at sorba rakni. Senki se nyert. Újra akarod próbálni? Ja. De, most én vagyok ez? Hé, nem is oda tettem. Most ez mi? Na még egyszer. Hát ezt nem fogjuk tudni sosem megverni, hát ebben a játékban nem lehet nyerni. Nem lehet megverni a mókust, hogy fágjon pofán! Mi? Mi ez? Mi? Mi ez? Hogy ide is lehet tenni? Megnyertük? Hát, ez egy váratlan mozdulat volt, de nem ellenkezek, hiszen 3-at raktál egy sorba. Győztél, fogd meg ezt a kulcsot, és vidd az egyik faludnak az egyik házát nyitja. Köszönöm szépen, mókus. Van még kihívásod számomra? Á, sajnos már nincs kihívásom, de jó móka volt játszani veled. Jó, és most melyik házat tudjuk ezzel kinyitni? Hát ez szerintem, ez egy ház, ez eddig még nem volt kinyitva. Mi ez? Gambling, ja nem, gaming. Beteszek 10 cukorkát. Super RPG. Játék van a játék! Space? Ja, ez egy space volt. Mi ez? Ez tényleg játék van a játék? Istenem, itt is lehet fakardot venni, meg fashielded. Ó, jó fakard. Please buy my stuff. Oké, okay, megvettük. Quit. Ez egy slime. Attack. Attack, attack, attack. Szépen farmolom a pénzt. Oké. Okay. Életpoti 5-ért. Ez a játék. Jézusom. Életpoti, ez kelleni fog, de ez mennyit tölt, vagy az összeset feltölti? Ja. És legyen mondjuk Copper Shield. Jó, ja, na mindegy. Quit. Slime. Attack. 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 Nem sebeznek. Van egy csomó pénzem. Paskart. Miért is nem? Ez mi? Ez már valami más. Fajta szörny? Mindegy, atak. Atak. Életmedál? Elég jónak hangzik, de most nem töltök ki életet. De még ez fogyaszt így is. Jaj, basszus, ez lehet, hogy most mit meg fog engem ölni. Meg hát. Meghalok. Meghalok. Oh. Oh. 0 cukorkát kapok ezért a teljesítményért. Mi, ha beteszek 1000-et? Tessék, először 10-zel játszunk. Slime. Attak, 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 attak. Ké, legyen ez az élet medál, most megnézzük ez mit tud. 15-re felnövesztette az életemet. Attak, 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 attak. Hú, de sok van. Hát ez megint megvert. Harmadik fordulónál kikapok. Legyen a kard, legyen ez életpoti, és nézzük. Egy HP maradt, és megcsináltuk. Hú, oké. Okay. Na jó, 60 coin. Akkor, shield, élet. És pont nem hílelte fel maxra, pedantot kellett volna venni. Jó, ez már, na mindegy, itt is ki fog nyílni. Attak, 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 attak. Nem, annyira jó volt a shield, hogy ez nagyon durván megvédett minket. Akkor most kell találni a pedant, és híleljük fel maxra magunkat. Még akkor is, hogyha ez most nem annyira éri meg. Ez egy... mimik. Oké. Okay. Ez nem tudom, ez a... lehet, hogy valami törszerű fegyver, mindegy, fajta fegyver. Legyen még egy pedant? Lehetne még akár. Kifér belőle. Attak, attak, attak. Csak ne legyenek nagyon erős ellenfelek. Jó, most jöhet akkor ez a...
Supercard. Denevérek. Hú, ezek nagyon sokat sebeznek. Meg pók. Hú, a pók az még durvább. Ah, hát ez szint 100 cukorka. Jó, hát végül is betettünk 10-et, vagy talán hányszor próbáltuk meg 20-at, 30-at, és 100-at kaptunk. Ez így már nem annyira rossz. Meg közben annyi idő eltelt, hogy lett 2000 cukorkánk, szóval vissza a rendes játékba, és meg tudjuk venni a silver cardot. Azt a mindenit, ez már jól néz ki. Hetet sebez. Mennyit a... Ez csak 3-at, ez hetet sebez. Nagyon szép, nagyon szép. Nyomunk egy mentést. És megpróbáljuk most ezzel a karddal legyőzni a trollt. 80 HP, na nézzenek, jön a nagy összecsapás, ilyen epikus összecsapás, emberek. Gondoltatok volna, hogy lesz ilyen? Basszus! Majdnem kinyírt. Jó, felét le tudtam vinni neki, de a troll még mindig erősebb. Páncélt is kell vennem. Hát, ezt maximum ennél tudunk. Ez 300 cukorka. Megvesszük. Ez 500 cukorka az idővisszatekerő. Jézus. Ez nem a defet amúgy. Na jó, megvesszük, most miért ne vesszük meg? Hát most biztos örül neki, hogy a teve kesztyűjét el tudja valakinek passzolni. Oké. Kesztyű. Pörkesztyű. Van életünk. Neki tudunk menni végre. A hidas boss fight-nak. Gyerünk troll, mutasd mit tudsz. Megsimogatlak az ezüst csiszolt kardommal. Hát ez erős. Nem hatott rá semennyit a kesztyűm és a cipőm. Igen, furdalak kíváncsiak, hogy mi lesz a kút, ha beledobsz egy lollipopot? Hát megnézzük. Ha beledobok egy lollipopot, szerintem csak felhírál. Beledobok egyet. Ó! Ja! A cukorka hírel fel. Mi van akkor, hogyha lollipopot dobok bele, tehát nyalókát a kútba? Üdv, Vándor! Én vagyok a kíványság kút. Az édességet cserében, aki a nyalókát dobsz belém, akkor azokat a cukorkák, akkor azokat cukorkára váltom be. De mennyire? Jó, és mi vagy, ha csoki bár dobok bele? Üdv, Vándor! Én vagyok a kíványság út. Az édességet cserében teljesítem a kívánságaidat. Szeretem a csokoládérudat. Nagyon szeretem őket. Mindent egy csokoládérudért cserébe. Még ezért is elbűvölheted az egyik felszerelésedet. Ja, hogy enchantolhatom. Elbűvölheted. A kesztyűmet át tudjuk fejleszteni piros enchantolt kesztyűvé. Meg rózsaszínnál is akár. Legyen rózsaszín, az hát, ha ijesztőbb lesz a trollnak. Bűvölés. Oké. Okay. Elbűvöltem a tárgyadat. Beledobok egy lollipopot. Egy cukorkáért cserébe. Hát ez nagyon-nagyon nagy. Kicseszés volt? Mit tudtunk azzal, hogy most az enchantolva lett? Nézzük a kesztyűt. Pink. Azt mondja, ezek az elbűvölt kesztyűk. Minden, amihez hozzáérsz, rózsaszín jelet hagy maga után. A küldetéseken belül folyamatosan gyógyítanak téged? Igen. Gyerünk, akkor megint egy próbát a trollal. Na? Azt, ahogy gyűj! Ah! De még így is le fog győzni. El kell bűvölnem a cipőmet is. De hogy lehet így mondani? Nincs elérhető bűvölés. Mi? Hát de van cipőm. Eledobtam egy csokibárt a semmiért? Kérem vissza. Most akkor ugorjak le érte? Add vissza a csokirudam. Nagyon drága volt. Oké, próbáljuk akkor életre halálra megküzdeni ezzel a medvével. Szerintem nem lesz más. Ez nagyon jó, már el is felejtettem, hogy milyen hülyeséggel játékot játszunk. Már el is felejtettem, hogy ez a játék egy vicc. Mert tök komolyan veszem, mert már annyira beleéltem magamat, hogy ez most már élet-halál kérdése, amit folyik, emberek. Na jó, tessék, jön a nagy boss fight a kesztyűvel. Most már nem futamodok meg. Itt halok meg, de akkor is le fogom győzni a trollt. Nekem gyorsabban fogy mindenki. Ennyi! 3 élete maradt! Ne... Ha megeszem a főmenüben az összes cukromat, akkor az a max HP-mhoz ad hozzá? És tényleg? Úristen! Hát ezen múlott a harcunk. Na most! Véget te szemét! De hogy lehet, hogy több életem maradt, miközben ez... Pedig nagyon befeszültem neki. Kérem a gyűrűt. 500 cukorka. Hova tudom betenni? Itt van. Ez a tárgy egy új képességgel ruház fel téged a küldetéseken. Le tudod lassítani az időt, ha túl gyors számodra az akció, használd az időgyűrűt. Troll! Itt az összecsapás ideje. Lelassítom az időt. Szerintetek ez segített? Segített valamennyit.
Itt kemény 10 HP-val meg sikerült verni, és nézd meg, haladunk tovább. Óriási gyicsit emberek a chatbe, legyőztünk egy legalább 30 karakterből álló trollt. Egészen büszke vagyok magamra, felszabadítottuk a hidat, 500 cukorka. Na mi van a híd túloldalán? A varázsló! Üdv! Én egy banya vagyok. Taníthatok neked egy-két dolgot a mágiáról. Adok pár érdekességet is. Vagy varázslatokat a számodra. De mindennek megvan az ára. És a fizetőeszköz. A nyalóka. Jó sok darab. Ez mit? Ez egy varázskönyv. Haladóknak. A küldetések során két erősebb varázslatot használhatsz. Én magam írtam a könyvet, és nem volt könnyű dolgom. 20 000 nyalóka. Mi? Egy fair ár érte? Legyen 100. Mondja erre 1000. Jó, legyen 1000. Az orrából nem lehet kihúzni valam? A sapkája. Ó, igen, tényleg szép a sapkám. De tényleg nem adatom el neked. Túlságosan is értékes számomra. Nagyon, így nem tehetem. Mi? Ne erőlködj. Nem. Nem tehetem. Na jól van, eladom neked a sapkát, de... 1 milliárd nyalóka az áram. Valószínűleg annyit úgyse fogsz tudni fizetni. Vissza a nyalóka farmra. Ültessük el őket mind. Ebből most rengeteg fog kelleni. Na, következő ellenfelünk. Itt lesz a barlangba vár minket. A troll, hogy eljussunk erre teljesen új részre. Itt van valami nagy vár is, meg világító torony, meg minden. Nagyon jól néz ki ez a játék, ez zseniális. Na, én ezt innen fogom majd folytatni következőnek. De most szerintem ez egészen korrekt kis zárás, hogy legyőztük itt az első nagy bosszunkat a hídon, és eljutottunk a banyához. Meg kb. Megvásároltunk mindent a faluban, meg a mókussal is találkoztunk. Ez a játék zseniális. Ezt innen fogjuk folytatni. Nagyon tetszik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez egy rövid stream volt, tudom, de most nem tudok tovább maradni a mai nap. Úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, találkozzatok, vagy csatlakozzatok a réthez, addig is minden jót. Sziasztok!